Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Warframe update videó az Archwingről. Egyrészt azért, mert az Archwing sokat változott mostanában. Jöttek új játékstílusok, és nem beszélve, hogy az új boss, az Atlas kiformulásánál az új boss is Archwing Mission, és nem egy egyszerű Archwing Mission, úgyhogy. Tudom, hogy az igazság ugye, hogy egy kicsit macera az Archwing, főleg, hogyha kezdőszinten vagy, szinte macerább, mint a Kugro. Azért, mert ugye megszerzed az Archwing Mission, megcsinálod az Archwing Mission, megépíted az Archwing Mission, csak attól függetlenül, hogy annyi mindenre kell figyelni az Archwingnél, hogy annyi mindenre kell figyelni Archwingen belül, hogy húzd az Archwinget, és még húzd a Warframe-nédet, túl sok energiát viszel. Az az igazság. És... úgy értem, hogy túl sok figyelmet viszel, így az ember elfeledkezik az Archwingról, viszont most azt szeretném mondani, hogy igazából ne nagyon feledkezzetek meg az Archwingról. Egyrészt, több, most már két küldetés, két Warframe is van, amit Archwingen lehet farmolni, a Limbo és az új Atlas. És az Atlasnak a bossa nem egyszerű, a Limbónak a harca nem egyszerű azon az Interceptionon. Így érdemes figyelni az Archwingre, gyűjteni a modokat és... gyakorlatilag egy kis figyelmet szentelni rá, mert ha nem, nagyon nehéz dolgotok lesz. És tisztán látszik, hogy a Warframe-esek, a Digital Extreme-ek ott próbálkoznak valamit csinálni az Archwing-el, hogy működjön, mert el kell ismerni, hogy az Archwing úgy alapvetően eléggé fasz a cuccos, azt kell mondjam, tehát egy jó játék volt, szóval azért megvan a gizda látványvilága is. Csak egy baj volt velem, macera volt, Nem volt az igazi abból a szempontból, hogy lassú volt, uncsi volt, de mégis látványos, de azok is, hogy nem volt meg a kellő izgalom, és most azért próbáltak dobni rajta, ezért hoztak be Mobile Defense, hoztak be szabotást, Föld és Marson tudjátok elérni ezeket az új missionöket. Úgyhogy érdemes megfontolni az Archwinget, gyűjtsétek az Archwing modokat, mert nagyon szükségetek lesz rájuk, és nem azt mondom, hogy rakjatok helyből egy Orokin reaktort és Orokin katalisztot az Archwing fegyverekbe, illetve magukba az Archwingekbe, mert attól hú de jó lesz, de érdemes legalább a modokra rákoncentrálni. Egy kevés mod már nagy csodát képes tenni, és emiatt érdemes egy kicsit már fókuszálni az Archwingre is, mert ha nem fókuszálsz, és még azt hiszed, hogy magas Master rankod van, és úgy de gizda lesz, meg hogy milyen könnyű lesz ez például ez az Atlas küldetés, nem lesz az. Továbbá, egy kicsit gyorsabb lett maga az Archwing is, ilyen afterburnereket, vagy utánégőket raktak az Archwinghez, és sokkal gyorsabban tudsz közlekedni. Az az igazság. És ami egy tök jó dolog, hogy sokkal gyorsabban tudsz közlekedni. Ezért gyorsabban vált egy kicsit a játék folyamat, gyorsabban tudsz ide-oda érni. És ez egy nagyon jó dolog, az igazság. Jönnek új fegyverek, és ugye Archwingre valamit kicsit fel akarják hozni az Archwinget, az tisztán látszik. És nem lenne egy rossz játékmód. Most már van Mobile Defense, Extermination, Sabotage, Interception, és nem lenne egy rossz dolog, ha tényleg egyre jobban kifejleszték, mert jó az Archwing. Csak az igazság, azért nem is nagyon foglalkoznak vele az emberek, mert tényleg sok energiát és figyelmet veszel, hogy erre is kell figyelni, és közben a Warframe-eket is kell húzni, új Warframe-eket, slotokat is venni, így aztán az Archwing egy kicsit mindig lemarad. Kis ismételő lecke az Archwingről gyakorlatilag. Hogyan lehet megszerezni az Archwinget? A Stolen Dreams nevű küldetést kell elkezdeni, megcsinálni, utána megcsináljuk, megkapjuk az Archwing küldetés. Az Archwing küldetésnél egy jó pár Spy Missionnel indul, úgyhogy készüljetek föl. Az nem lesz olyan egyszerű, főleg alacsony szinten, és utána egy Excavationnel folytatódik. Az Excavationon kérem szépen gyakorlatilag az Excavationon gyakorlatilag egy körre elég, hogyha benn maradsz. Ha egy körre benn tudsz maradni, akkor gyakorlatilag meg lesz a teljes Archwing, és onnantól kezdve indulhat a móka. A probléma, mondom, az, hogy akkor már arra is figyelni, erre is figyelni. Szóval azt mondom, hogy az Atlas és Limbot olyan egyszerűen kifarmolni nem fogjátok tudni. Na most pont megcsinálta itt Kido feladatot ügyesen, úgyhogy elindulom kifelé. Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!